Itt Salgótarjánban a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának egy kiállítását láthatjuk. Ez egy szabadtéri installáció, amelyre egy pályázatot írtunk ki tagjaink között. Képző- és iparművészek adtak be rá műveket. Ezeknek nem az eredetiét állítjuk itt ki, hanem ezeknek a reprodukcióit egy szabadtéri installációban úgy, hogy ugye az idő viszontagságait bírja. Ez látható itt mögöttem. Mindenhol máshol is az országban 1956, 60 évvel ezelőtti eseményei, különösen Salgótarjánban december 8-a egy nagyon fekete és sötét nap volt a város életében. Talán még ma sincs pontos szám arról, hogy hanyan is haltak meg, hanyan is sebesültek meg aznap és az azt követő megtorlásokban. Salgótarján december 8-a téren ennek a sötét napnak az emlékére egy emlékművet állított, ahol minden évben megemlékezünk a forradalomban, a sortűz következtében az elhunytakról. Gyakorlatilag sok mindent hallani a városba, hogy kik voltak, akik lőttek, honnan jöttek, a városban éltek-e. Azt gondolom, hogy erre igazán még nem derült fény, igazán nem tudjuk a pontos történéseket. Habár sokan kutatják levéltárba, sokan próbálnak idősebbektől begyűjteni információkat, sok megemlékezés, memoár jelent meg emberek tollából, tarjáni újságíróktól, akik próbáltak a teljes igazságra fényderíteni. Én azt gondolom, hogy igazán a város életében a megemlékezés a legfontosabb. Maga a emlékhely felállítása is azért történt, hogy ne felejtsük el. Ezért ezt a emlékhelyet, pontosabban nemzeti gyászhelyet, emlékhelyé is szeretnénk nyilvánítani, amiben Salgótarján megyei város önkormányzata a POFOSZ országos elnökségével együtt nyújtott be kérelmet, hogy ezáltal még jobban megerősítsük, hogy itt 1956. december 8-án nagyon sötét erők mind Salgótarjánban élők ellen, mind pedig a szabadságért és a függetlenségért harcoló szabad eszmék ellen súlyos csapást mértek. Amikor felkértek engem arra, hogy nyissam meg ezt a kiállítást, akkor rögtön Nagy Gáspárra gondoltam, aki szintén akadémikus társunk volt. Itt van ez a kötete, ami egy ilyen kis vékony füzetecske, a Püski Kiadó adta ki. Nem szabad feledni. Az N és az I betű nagybetűvel írva, ami Nagy Imrére emlékeztet. Hát természetesen ezért ugye szilenciumra ítélték annak idején Nagy Gáspárt, viszont ott állhatott Nagy Imre újra temetésekor a koporsó mellett. Ez egy vándorkiállítás, a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának a vezetője, Stefanovics Péter találta ki azt, hogy a sortüzek helyszínén vándoroltassuk végig ezt a kiállítást. Szerintem ez egy gyönyörű gondolat. Furcsa érzés itt Salgótarjánban állni és beszélni 1956-ról a sortűz helyszínén. Ezen a napon történt itt Salgótarjánban az a mészárlás, ami elképzelhetetlen a mai eszünkkel. Ugye az ember erről a maga idejében nem sokat tudott. Nem nagyon volt ez a tudatunkban, hogy itt milyen iszonyatos megtorlások történtek. Nem tudtuk, hogy hány ember csuktak le, hányat végeztek ki, hogy mennyi embert vittek el például Magyarországról, internáltak. Ez felnőtt fejjel kellett megtudni, mint ahogy egy csomó dolgot csak felnőtt fejjel éltem meg. A szüleink, édesapám, aki részt vett az 56-os forradalomban, nem mesélt nekem erről. Ma már sajnálom, hogy nem kérdezgettem ki, nem volt illendő. Mint ahogy az itt kiállított művek között, itt van Haris Lászlónak egy fotója, amit ő akkor 13 éves volt, amit 56-ban készített. Ez egy nagyon szép és szimbolikus fotó a szabad népről. Leverték azokat a betűket, amik nem kellettek, és csak annyi maradt, hogy a nép. Ez nekem nagyon tetszik, ez a fotó,
és úgy méltóképpen adja vissza 56 szellemiségét. Haris Lászlónak ez a fotója hosszú-hosszú évekig lappangott. Ezeket a negatívjait nem tudom, hogy mit csinált velük, de eltüntette, és egy volt osztálytársánál hosszú-hosszú évek múlva, néhány évvel ezelőtt kerültek elő ezek a fotók, és a Laci borzasztóan örült neki, mert hát ez a múltunkhoz nagyon erősen hozzátartozik. Én is csak azt tudom mondani Nagy Gáspárral, nem szabad feledni. És ez a legfontosabb üzenet ennek a kiállításnak.